Helikopter balesetben életét vesztette az ukrán belügyminiszter és több tisztviselő, valamint legkevesebb három gyermek. A helikopter Kijev egyik elővárosa, Brovaj egyik óvodája mellett zuhant le. A helyszínen készült felvételeken látszik, hogy lángokban áll az óvoda udvara. Kijev régió kormányzója azt írta a Telegramon, hogy legkevesebb 18-an vesztették életüket és 29-en megsérültek, köztük 15 gyermek. Az ukrán rendőrség közleménye szerint mindenki meghalt, aki a fedélzeten tartózkodott. Köztük Denis Monastirsky belügyminiszter, első helyettese Jevhen Jenin, valamint Jurij Lubkovics államtitkár. A helikopter az ukrán állami katasztrófa védelemhez tartozott. A baleset okát még vizsgálják. Periodično se rogret i više to kažeš.